Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Átadó Szekszárdon új helyre költözött a Répszolgálat. Tolna megyei lett az év fiatal gazdája. Mezőgazdasági és közéleti munkájáért kapta a díjat a Bátaszéki nő. Internetes csalók. Mindkét elkövetőt elítélte a szekszárdi járásbíróság. Baleset az autópályán. A személyautó utasa súlyosan sérült. Átadták a Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat új épületét Szekszárdon. A központ pályázati forrásból és a Pécsi Egyházmegye támogatásával épülhetett meg. Kálóczi Andrea igazgató véleménye szerint a létesítmény egy jelentős előrelépést eredményez majd az ellátásban. Elkezd mindenki így bolyongani, hogy hol van egy kicsit több, egy kicsit jobb szeretet, mert hogy ez hiányzik az életemből, és amikor ez egy kicsit úgy nagyon hiányzik, akkor jön a mélyrepülés. Felföldi László pécsi megyés püspök előadása jelentette a megnyitót a Rév szekszárdi új székhelyén. A szolgálat 1999 óta segíti a szenvedélybetegeket, és az elmúlt esztendőkben már látszott, régi telephelyük nem alkalmas az egyre szélesebb feladatkörök ellátására. A Caritas és a Pécsi Egyházmegye közös támogatása és sikeres pályázata eredményeként jöhetett létre az új központ. A kapacitás nőni fog. Így van. Egyrészt jobban elkülönülnek a szolgáltatások, jobban elkülönülnek az aktív szerhasználók és azok, akik a leállási fázisban vannak. És így azt gondolom, hogy a személyre szabottabb, szükségletalapúbb lesz az ellátás. Mondta Kálóczi Andrea igazgató. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere köszöntőjében azt emelte ki, a város számára fontos feladat a nehéz helyzetben élőkkel szembeni gondoskodás, és ebben a Rév évtizedek óta magas színvonalú munkát végez. Társadalmi probléma, mindenki ismeri ezt a helyzetet, és nekünk meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy az itt beteg, vagy itt kezelt beteg emberek Révbe érjenek, gyakorlatilag tudjanak visszakerülni a társadalomba, és teljes értékű polgárai legyenek a társadalomnak. Egyre fontosabbá válik a segítő szándék az emberek között, mert mindenki életében van olyan helyzet, amit egyedül nem tud megoldani. Fogalmazta meg Felföldi László pécsi megyés püspök. A segítés szándékában az egyháznak és a Révszolgálatnak azonosak a törekvései, mondta. Nem a programok, nem az okoskodás sokszor a legnagyobb dolog, hanem az ember, akik majd itt dolgoznak. Amikor belép valaki feszülten, fáradtan, összetörve, hogyan fogadják? A Rév új szekszárdi központjának kialakításának teljes költsége megközelíti a 160 millió forintot. Tolna megyei lett az év fiatal gazdája. A bátaszéki Kostyál Etelka vehette át az országos elismerést, melyet a mezőgazdaságban végzett tevékenységért és a gazdakörökben folytatott közéleti munkájáért ítélt oda neki a grémium. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke elmondta, fontos, hogy egyre több helyen bekövetkezzen a generációváltás, és hogy minél vonzóbbá tegyék az agráriumot a fiatalok számára. 2021-ben az év agrárembere fiatal gazda kategóriáját a bátaszéki Kostyál Etelka nyerte el Magyarországon. A díjat 2004 óta ítélik oda annak, aki a mezőgazdaságban dolgozik, de mellette közéleti munkájával és társadalmi szerepvállalásával is segíti gazdatársait. Etelkát éppen ezek miatt jelölték a díjra. Nem számítottam rá, hogy megnyerem, ez nagyon nagy megtiszteltetésként ért. Nem elsősorban személyem miatt, hanem én úgy gondolom, hogy ez az egész csapatunk számára egy nagy elismerés. Nálunk a sógorom Schulz Péter, ő viszi teljes egészében a szántóföldi növénytermesztést, illetve a férjem Szilágyi Tibor pedig a szőlészeti kultúrába, a kertészetben tevékenykedik. Kostyál Etelka és családja remek példa lehet azoknak, akik tartanak a generációváltástól. Ők 2016-ban vették át a családi gazdaságot, és már több mint duplájára növelték a művelhető területeiket. Emellett Etelka a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei küldötte, a fiatal gazdakör alapítója és elnöke, valamint a szekszárdi gazdakör alelnöke.
Vendége Dita, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke elmondta, mindenki büszke lehet erre a Tolna megyei sikerre. Én azt gondolom, hogy ez a fiatal gazdadíj, ez azért fontos, hogy tényleg a jövő nemzedékének megmutassuk, egy kis példát tudjunk mutatni, hogy mi az, ahova lehet fejlődni, vagy mi az azok a lépések, amiket így a generációváltás kapcsán meg kellene tegyünk, hogy tényleg életképes és versenyképes mezőgazdaság maradjunk. A generációváltásra nem csak Magyarországon, hanem egész Európában szükség lenne. Éppen ezért a kamara igyekszik minden lehetőséget megragadni, hogy népszerűsítsék az agráriumot a fiatalok körében. December 31-ig meghosszabbította a falusi családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének határidejét a kormány, jelentette be Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A politikus ezt a csok sikerével, illetve azzal indokolta, hogy sok kis településen még mindig csökken a népességszám. Gyopáros Alpár emlékeztetett, a falusi csok hosszú távú célja az, hogy megmentsék azokat a településeket, ahol rohamosan csökkent a népességszám az elmúlt évtizedekben. Közölte, a falusi csok azokra a kis településekre terjed ki, amelyek népessége az elmúlt évtizedekben jellemzően csökkent vagy stagnált. Együttesen 2678 ilyen település van az országban, ezek mindegyikében a lélekszám 5000 alatti. 241 ezer forintot csalt ki egy nyugdíjastól az a pár, amelynek egyik tagja orvosnak adta ki magát. Miután a közösségi oldalon közelebbi ismeretségre tettek szert, a csaló szexádra hívta kivizsgálás céljából az idős embert. A személyes találkozó alkalmával hitelkártyát igényeltek, majd a PIN-kódot megszerezve áruházban is vásároltak, illetve automatából is vettek fel pénzt a nyugdíjas terhére. Ezen a vasútállomáson várták azt a szívbetegségben szenvedő Békés Csaba nyugdíjast, aki a csalás áldozatává vált. Az élettársi kapcsolatban lévő pár egyik tagja álnéven mutatkozott be, és orvosnak adta ki magát, majd több, mint 240 ezer forinttal károsította meg a szépkorú szemét. Dr. Kovács Ildikó, a szexádi törvényszék sajtószóvivője elmondta, a csalók a nyugdíjfolyósítóhoz vitték az áldozatot, ahonnan az igazolást megszerezve hitelkártyát igényeltek az idős személy adataival. A szexádi eres bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottakat, mindkettőjüket társtettesként elkövetett, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás büntettében. Ezért a bíróság az elsőrendű vádlottat, aki korábban egyébként már volt büntetve, végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, és a közügyek gyakorlásától 2 évi időtartamra eltiltotta. Az élettársát, a másodrendű vádlottat pedig 240 óra közérdekű munkabüntetésre ítélte. Hozzátette, a bíróság súlyosító körülményként értékelte az ügyben az elsőrendű vádlott korábbi büntetett előéletét, illetve figyelembe vette a bűncselekmény elkövetésének beismerését. Az elsőrendű vádlott nem vette tudomásról az ítéletet, az ellen fellebbezést jelentett be enyhítésért, a másodrendű vádlott vonatkozásában azonban az ítélet jogerős. A csalókat a kiszabott büntetéseken kívül az okozott anyagi kár megtérítésére is kötelezte a bíróság. Júliustól már dolgozhatnak a támogatással elhelyezkedő fiatalok, közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium. Kiemelték, a 2013 óta futó nyári diákmunkaprogram elsősorban bértámogatással ösztönöz a középiskolások, egyetemisták vakációs foglalkoztatására. A fiatalok június közepétől regisztrálhatnak a támogatásokat önkormányzatok és mezőgazdaságban, turizmusban, vendéglátásban működő vállalkozások hívhatják le. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként bruttó 195 ezer forint vehető figyelembe. Szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében ez a limit 150 ezer forint. A tanulók havi nettó munkabére tehát az SZIA mentességet figyelembe véve akár 122-159 ezer forint is lehet. A vendégészakák száma 2021 áprilisához képest mintegy 7-szeresére nőtt. 2019 azonos hónapjához mérten 28%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön. A belföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma elsősorban a járványügyi korlátozások miatti alacsony bázis következtében 2022 áprilisban csaknem 5,5-szeresére nőtt 2021 azonos hónapjához
korábbiához viszonyítva, azonban 20%-kal elmaradt a koronavírus járvány kitörése előtti 2019 áprilisi értéktől. A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma közel 9,5-szeresére emelkedett, de még így is 35%-kal kevesebb volt a 2019 azonos időszakinál. A NAV Tolna megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai 2022. június 13-a és 24-e között a strandokat, fürdőket, valamint a hozzájuk kapcsolódó vendéglátóhelyeket és szolgáltatásokat ellenőrzik. A revizorok közterületeken és üzletekben is vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek használatát, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Ellenőrzésekre lehet számítani többek között Szekszárdon, Pakson, Tamásiban, Faddon és Bonyhádon. 26 bor oklevelet, 37 bronzot, 71 ezüstöt és 23 pedig aranyérmet nyert a 13. országos Schiller Fesztiválon. Az idei versenyre határon innen és túl 161 Schillert neveztek be, 74 termőhelyről érkezett minta. A legjobb országos Schillerért járó elismerést Keresztes Vince bölcskei borász kapta, a legjobb paksi Schillert pedig Kovács Mihály főpohárnok készítette. Illatban mindenképpen szerényen. 18-4-et. A borbírálatot követően a főzőversennyel folytatódott a 13. országos Schiller Fesztivál Pakson. Hagyomány, hogy az ételek is kiemelt szerepet kapnak a rendezvényen. A paksi Reform Főzőklub is nevezett, ételükkel pedig győzni tudtak a hétvégén. Borjú paprikás készítettünk, egy kapros zsemlegombot, burgonyás zsemlegombóccal, tehát nem a hagyományos zsemlegombóccal, ez egy könnyebb, lágyabb zsemlegombóccal. És ezzel sikerült elnyerni a zsűri tetszését. A programban 2022-ben szerepelt pogácsa sütőverseny is, ebben Adorján Mihály és Zsobrák Gyöngyi diadalmaskodott. Egy sajtos túrós pogácsával készültünk, ezt a receptet az öcsémtől kaptuk, ők nagyon megszerettették velünk ezt a fajta pogácsát. Az elkészítése nagyon egyszerű, össze kell keverni a hozzávalókat, egy kicsit állni hagyni, és utána pedig megsütni a sütőbe. A szombati nap az eredmények kihirdetéséről szólt, 26 bor oklevelet, 37 bronzot, 71 ezüstöt és 23 pedig aranyérmet nyert. A legjobb országos Schillerért járó elismerést Keresztes Vince bölcskei borász kapta, a legjobb paksi Schillert pedig Kovács Mihály főpohárnok készítette. Hagyományos módon készítem tradicionálisan, ugyanis a paksi Schillerben megtalálhatók voltak a fehér szőlők is, és hát én is ugyanígy készítem ezeket is, ahogy korábban is. Van benne Merló, két frankos, olasz Riesling, egy kis cserszegi, egy kis Otello is. Hagyomány a Schiller Fesztiválon, hogy a versenyben a 100 legjobb eredményt elért nedűt a közönség is megízlelheti. A fesztiválra látogatók szombaton a Sárgödör téren közönségkóstolón vehettek részt. Súlyos sérüléssel járó baleset történt az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán a Tengelici lehajtónál. A Pécs irányába tartó 36 éves férfi feltehetőleg elaludt vezetés közben. Autójával először az előtte haladó kamionba hajtott, majd kisodródva a szallagkorlátnak csapódott. Több órán át tartott a helyszínelés az M6-os autópályán, ahol a képen látható kocsi belerohant az előtte haladó teherautó hátuljába, majd a korlátnak csapódott. A műszaki mentés ideje alatt teljes útzár volt, a forgalmat a 6-os főútra terelték. Padics Zoltán, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, az ütközést elkerülve hirtelen kormányozdulatokat tett a sofőr, aki azonban már nem tudta elkerülni a balesetet. Az M6-os autópálya Pécs felé vezető szakaszán a Tengelici lehajtónál egy sérüléssel járó baleset történt. Egy 36 éves péri férfi közlekedett személygépkocsijával Pécs felé, valószínűleg vezetés közben elaludt, és mikor hirtelen felébredt, akkor már csak azt észlelte, hogy előtte van egy kamion. Megpróbálta korrigálni, hogy ne ütközön a kamion hátuljába, ez sajnos nem járt sikerrel. Hozzátette, a kamionba való becsapódás után az autója tovább sodródott a korlát felé, majd az úttest közepén állt meg. A személyautóban utasként egy 31 éves péri nő utazott, aki a baleset során súlyos sérüléseket szenvedett. Őt a mentők a kórházba szállították, az ügyben a paksi rendőrkapitányság büntetőeljárást indított.
A kamiont vezető 42 éves szolnoki férfi a szabályokat betartva közlekedett. Regionális híreink következnek. Emelkedő árak, megugró költségek. Duplájára nőttek a gabona árak hazánkban. Kiváló és jó minősítések. Baranyában három helyen fürdőzhetünk a szabadba biztonságosan. Üzemcsarnokot épít a pécsi cég. Fejlesztéssel erősített az építőipari vállalkozás. A háború, a nemzetközi gazdasági környezet hat a gabonatermelőkre is. A termények ára megduplázódott tavaly óta, tudtuk meg az Agrárgazdasági Kamara Baranyai elnökétől. Az ellátásban azonban nem lesz zavar, Rittlinger József szerint meg tudják termelni a magyar gazdák azt a mennyiséget, amelyre az ország igényt tart. Tavaly óta duplájára emelkedett a gabona ára, mondja a megyei Agrárgazdasági Kamara elnöke. Az árpának a most jelenlegi reggel néztem az árfolyamon, az 12.500 forint ér megy mázsája. A buzár néztem, az 14.200 forint, kukorica 12.300 forint, tehát 14 és 15.000 forint között vannak az árak. Ezek napi árakat jelentenek, ezek változnak, naponta 1-200 forintot föl, le vagy mínuszba, pluszba változnak, a napraforgó az 30.000 forint fölött van. A gazdák költségei is emelkedtek, az üzemanyagtól kezdve a gépek áráig, a műtrágyán át. Ezt figyelembe kell venni az árak alakulásakor, mondja a szakember. Előző évben még 5000-ért vettük a műtrágyát, most 30000-ért, tehát az 6-szorosa. Az ősszel kiszorandó úgymond 3x15-ös műtrágyáknak például 40-45000 forint. Ma kerül mázsája, nem tonnája, mázsája. Tehát amit idáig megvettük 10-12000 forintért, ott is azért meg háromszorozódott, és a gépáraknak a megduplázása, a munkadíjnak a úgymond emelkedése, az alkatrésznek az emelkedése, tehát mind-mind befolyásolja ezt a gazdálkodóknak, hogy mennyiért fogják tudni adni a növényeket. Rittlinger József azt mondja, nem lesz itthon hiány gabonából, hiszen az országban többet termelnek, mint a hazai szükséglet. A külföldi felvásárlók már megjelentek az országban, hogy pótolják az ukrán háború miatt kiesett mennyiséget. Jelenleg azonban kiviteli engedélyhez köti az állam a gabona exportot, ezzel biztosítva a magyar igények kielégítését. A nyár beköszöntével nem csak a strandok és víziparkok, hanem a természetes vizek is sokakat csábítanak. Baranyában három helyen fürdőzhetünk biztonságos körülmények között, tudtuk meg a megyei tisztifőorvostól. Dr. Kassai Veronika elmondta, hogy laboratóriumi vizsgálatokat és helyszíni szemlét is végeztek a szakemberek, a nem ellenőrzött vizekben azonban nem ajánlott megmártózni. Az elmúlt években az Orfői Kistó strandon, valamint a pécsi és az Abaligeti tó Szabas strandján is biztonságos körülmények között lehetett fürdőzni Baranyában. Ez idén is így van, tehát ez a három természetes vízfelület, ahol engedélyezett a strandolás. A tavak ugyanis kiváló, illetve jó minősítést kaptak. A hatósági ellenőrzés magában foglalja a víz laboratóriumi minőségi vizsgálatát, valamint a helyszíni szemlét. A kollégáink szezonnyitás előtt ellenőrizték ezeket a strandokat, és megállapították, hogy megfelelő számú öltöző van, illemhely áll rendelkezésre, tusolók vannak, első segélynyújtó lehetőség van, illetve úszómestél is rendelkezésre áll, illetve szép rendezettek a zöld területek. Az ilyen vizek laboratóriumi minőségi vizsgálata mellett ugyanis ezek a szempontok is fontosak a biztonságos fürdőzés érdekében, tette hozzá a tisztifőorvos. Dr. Kassai Veronika azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy továbbra sem javasolta megmártózás azokban a természetes vizekben, amelyeknek a vízminőségét rendszeresen nem ellenőrzik. Megyénkben ezek közé tartozik a pécsváradi Dombai tó, a Duna-Mohácsi szakasza, valamint a Dráva-Szabolcsi kikötő is, ahol nem biztosítottak a közegészségügyi feltételek sem. A nem ellenőrzött vizekben való fürdőzés könnyen fertőzésekhez vezethet. Főleg olyan kórokozók fordulhatnak elő nem ellenőrzött vizekbe, amelyek széklet eredetű ugye szennyeződést tartalmaznak, tehát akár szennyvízbefolyás miatt, akár állati ürülék tartalma miatt, és ez bizony lenyeljük, és hát hasmenést, hányást okozhatnak ezek a kórokozók. Ehelyett válasszuk inkább az ellenőrzött tavakat, vagy a víziparkok, uszodák, strandok szintén rendszeresen vizsgált biztonságos medencéjét, tanácsolja a szakember.
Új üzemcsarnok építésébe kezdett egy pécsi építőipari cég. Ebben a részlegben végzik majd a fémipari megmunkálást. Ezzel további munkalehetőséget biztosítanak. A termelés mellett a gyakorlati oktatást is itt végzik majd. A csarnok alapkőletételén a megyei iparkamara főtitkára azt mondta, azok a cégek élik túl a következő időszakot, amelyek fejlesztéseikkel megerősítették magukat. Köszönti a vendégeket, munkatársakat az egyik pécsi építőipari cég tulajdonosa a társaság telephelyén, majd elhelyezik a most épülő csarnok alapkövét. Ezzel a beruházással bővítik a vállalkozás üzemi területét. 2017-ben jött egy lehetőség, ugye, hogy az Európai Uniós pályázaton indulni és egy lakatosipari, egy fémipari csarnokot építeni. Ezzel éltünk, ezzel a lehetőséggel szerencsésen nyertünk, amit itt mögöttem lehet látni, mögöttem jobbra, ami megvalósult épület, az 2019-ben valósult meg, és ami miatt most ugye itt vagyunk, ami miatt van az alapkőletétel, ez ennek a befejezése, ezzel az ütemmel együtt az egész cégközpont 1500 négyzetméter alapterületű lesz. Fémipari tárolóeszközöket gyártanak majd itt, amihez 10 új dolgozót vesznek fel a ma 40 munkatársal működő céghez. A termelés mellett a diákok gyakorlati oktatását is itt végzik majd. A helyi döntéshozóknak is segítenie kellene a helyi cégeket. Előnyt élvezhetnének a közbeszerzéseknél azok, akik jelentős iparűzési adót fizetnek a pécsi kasszába. Erre vannak példák nyugaton, mondja a megyei iparkamara főtitkára. A helyben megfizetett iparűzési adó az egy közbeszerzésnél mérvadó súly. A helyi cégek képesek, alkalmasak arra, hogy akár több milliárdos munkákat elvállaljanak és elvégezzenek. Kooperációban, a vállalkozó, fővállalkozói jogviszonyban jó lenne, hogyha a helyi cégek kapnának sok-sok lehetőséget. Az elmúlt években a beruházások, a családtámogatási rendszer otthonteremtési kedvezményei felpörgették az építőipart. Most a nehéz körülmények visszavetik ezt. Ezért azok a cégek maradnak, akik elég erősek, jók a piacon, akik fejlesztettek az elmúlt években is, mondja a főtitkár. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Átadó Szekszárdon új helyre költözött a répszolgálat. Tolna megyei lett az év fiatal gazdája. Mezőgazdasági és közéleti munkájáért kapta a díjat a bátaszéki nő. Internetes csalók. Mindkét elkövetőt elítélte a szekszárdi járásbíróság. Baleset az autópályán. A személyautó utasa súlyosan sérült. Pénteken élénk, gyakran erős lökésekkel is kísért északnyugati szél fúj. Felhős és napos időszakok váltakoznak. Délelőtt néhol zápor eső is előfordul. Délután országszerte lesz pár órás napsütés, de gomoly felhősödésekkel és elszórtan kialakuló csapadékgócokkal. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!